Sziasztok! Úgy alakult, hogy apósomnál kaptam egy maszekot, egy röntgenkérgezést fogunk végrehajtani, és már egyúttal ezzel kapcsolatban akkor videóban bemutatnám nektek, hogy milyen kérgezőink vannak, illetve kimondottan egy típusra rátérünk majd, amivel fogok menni, és őt is bemutatom, hogy kell felszerelni a lánc fűrészre. Nos, a kérgező adapterekről, ha valakinek van tapasztalata, akkor talán az Eder az, ami a leghamarabb eszébe fog jutni. Szerintem ez a leghíresebb márka, cserében nem is olcsó. Most nekem ennek egy ilyen különleges fajtája van nálam. Ugye alapvetően a kérgező adaptereket láncfűrészre, ha felrakjuk, azt ékszíjjal szoktuk meghajtani. Ez az Eder, ez már lánc meghajtású. Tehát a láncfűrészre egy normál vezetőt rakunk fel. Hát idézőjelben normál vezető, tehát hogy a felfogatása egy vezető, és akkor elől pedig a kérgezőnek megy a adapter része. Ezt majd közelebbről is meg fogom nektek mutatni. Nem ezt fogom összeszerelni, ezt csak bemutatom. Itt van hozzá a lánc. A láncnak nincsenek fogai, hanem csak vonó szemei vannak. Van egy burkolat, egy pár csavar, meg kulcs. Igazából ez ennyi. Jó. Hát ez volt az egyik fajta. Közelebbről is megmutatom, azért legyen úgy. Legyen elképzelésetek. Jó. Itt egy csillagkerék, és itt vannak ez a vágó rész, vagy a kések, illetve a forgó törzs vagy agy, vagy tengely, csapágyazóan szétszedhető, és majd később el fogom mondani, mit érdemes ezeken cserélgetni. Itt a lánc, ugye látod, nincs rajta vágószem, csak vonó, és akkor itt az a vezető, ezt többfajta felfogatással lehet kapni, attól függően milyen gépre kell. Itt egy lemez burkolat, ugye majd jön ide. Most pár csavar, ez a felszereléséhez a, ugye ide jönnek a vezető meg a felfogatás közé. Jó, tehát ez volt az Edernek a láncos, egyenes késes, ugye ebből is van több fajta, egyenes késes kérgezője. Még nincs fent a honlapon, egy-két héten belül fent lesz ez is. De régebbi fajták már fent vannak, a szíjasok. Jó, tehát ez volt az első, ez egy ilyen, talán a márka miatt ez volt a leg elterjedtebb név szerint, de igazából nem ezt vásárolják az emberek, meg ez konkrétan még most jött be, tehát ezt nem is ismerik. Ezt elrakom addig ide félre. Ugye látjátok, itt vannak hátul, ezeket küldjük majd csomagba, ezeket már elkezdtem összerakni, tehát vásárlók megvettek valamit. Itt is egy MKR adapter van, ezért a következő az MKR adapter lenne. Tőlünk leggyakrabban ezt veszik meg. Hát nem véletlenül, mert ugye árba azért az Edernek a fele ára körülbelül. A márka az, hát annyira nem ismert lett volna, de már most egy pár éve mióta ezt viszik többen, azért szerintem ezt is ismerik az országba. Hát felépítését tekintve körülbelül ugyanaz. Tehát nem a láncosra értem, hanem hogy a szíjas kivitelű Ederekhez képest, olyan hasonló. Viszont fej nem kapható hozzá, csak ez az egyenes késes. Az Ederhez kapható kontúrkés, meg ilyen íves, meg többfajta kés is, vagy ilyen fej. Később lehet, hogy bemutatom ezeket is, hogyha lesz nálunk. Ugye alapvetően itt, legalább itt láttok egyet a dobozon, hogy néz ki ez a munkafolyamat. Hát igazából erről beszélünk, ez a kérgezés. Ez egy szíjas kérgező. Láncfűrész így átalakítva. Szemből. És itt ugye itt az a egyenes késes fej. Még esetleg ezt megmutatom. Ilyen munkákra való. Hát azt nem mondtam, hogy a kérgezést miért is végzünk. Ugye azért végzünk kérgezést, hogy a rönk tárolása közben ne legyen rajta helye, és akkor ne menjenek alá a bogarak, ne korgombásodjon be. Tehát a kérgezés eltávolítása feltétlenül szükséges ahhoz, hogyha rönköt akarunk tárolni hosszabb távon. Tehát haszonfának. Na.
Ebből van egy használati utasítást, illetve szoktam berakni egy egyoldalas magyar nyelvűt is, mert ez nem magyar, amit én fogalmaztam meg, ezt a honlapon is megtaláljátok, el lehet olvasni. A honlapon a kiegészítő szerszámok, eszközök és azon belül a láncfűrész adapterek menüpontban vannak ezek a termékek. Jó. Hát van ugye a nagy doboz, abból kihúzzuk a műanyagot, és akkor abban vannak hasonlóan a alkatrészei. Ez egyéni, ez a két alkatrész, ezt mindig attól függően rakom bele a dobozába, hogy milyen láncfűrészhez rendelsz. Tehát más felfogatás kell egy stílhez, egy Husqvarnához, egy kisebb géphez, nagyobb géphez, illetve a kuplungnak a harangja, amit lecserélünk majd a gépen. Majd ugye a csillagkereket ékszíjas kuplung haragra fogjuk cserélni. Ebbe is benne van a kuplung harang. Ugye ez az ékszíjas. Szóval közelebbről meg fogom mutatni nektek. Jó. MKR fej, tessék, hasonló kivitelű ékszíjas. Van itt egy távtartó. Kés, gépszereléshez pár apróság, szerszám, gyertya kitámasztó, vagy dugattyú kitámasztó a gyertyanyílásba, meg pár tartalék alkatrész. Hát, mindjárt mondom, hogy mit kell ezekről különösebben tudni. Azt mondja, ezt úgy rakom, mint ahogy beépítjük, és akkor így egyértelmű lesz a dolog. Tehát ez így fog összeépülni. Így, ide jön a burkolat majd. Jó. Na, ezt is megnézitek. Tehát ami az előzőhöz képes különbség, az az, hogy itt a meghajtás nem csillagkerékről, hanem ékszíj tárcsáról működik. És a tartókar az nem egy vezetőlemez átalakítva, hanem egy valódi hagyományos tartókar. És ugye itt van hozzá az ékszi, ez egy fogazott szíj, de különben fogazás nélkül is elmenne szerintem, csak egy jobban behajlik. Itt van a MKR, ugye, erről beszélünk. Egy új ilyen egyenes késes téma. Már ha itt vagyunk, meg eszembe jut, elmondom, hogy ez miért van. Ezt a csavart, ha kilazítod, akkor a kést tudod előre-hátra mozdítani, és akkor vagy többet harap, vagy ha hátra húzod, akkor kevesebbet. Tehát mennyire lógjon bele a fának a vágásába, vagy a mélységre. Illetve vannak ezek a fém karikák, ami már egy vaspöcök. Ez a forgáskor ne harapja bele a fádba magát nagyon ez a kés. Ez egy ilyen kitámasztó pöcök, távtartónak hívjuk. Előfordul, hogy ez a kis rudacska kiesik, vagy kirepül a használat közben, tehát én azt mondom, hogy ilyen előfordul. Lehet komplet kapni ilyen alátétet, amiben benne van, illetve én már csináltam olyat is, hogy megfelelő vastagságú forrószárból vágsz be egy darabot, kicsit megkalapálod, pontosan belefekszik, meg belezömül, úgyhogy nem kell egyből szaladni alkatrészért. A kés az forgatható, tehát élező van ezen az oldalt is, meg ezen az oldalt is. Élezni is lehet köszörűvel, tehát elég sokáig eltart ez a kés. Hát, maga az alapterekről azt kell tudni, hogy ezek nem tartanak örökké. A leggyengébb pontjuk itt a csapágyozás. Ugye, ott van egy csapágy, meg a másik oldalt, ami a tengelyt meg támasztja. Ha oda bemegy a fűrészpor és hagyod, hogy a forgás feltekeredjen, nincs takarítva gyakran, akkor megnyomhatja a csapágynak a kosarát, és akkor tönkre mehet ez a egyik gyenge pontja, ezt ellenőrizni kell takarítani, ne tekerje fel a forgácsot. Meg hát bizonyos időközönként, általában ezen 10 nap, 14 napon belül, amikor kezd kotyogósodni, vagy tönkre menni a csapágy, akkor ki kell cserélni. Van 500 forint körül lehet 6202-es csapágy venni a boltba, vagy vesz egy komolyabbat, ilyen 1000 valamennyire, de lényegében teljesen mindegy, nem egy nagy befektetés. Szóval csapátjára az érdekes, kés néha megélezni. Alkatrész van hozzá, lehet külön kapni hozzá egy késteket is, meg tengelyt, csavarokat, jóformán mindent. Szíjat, tárcsát, gép típus szerint. És ugye itt van a MKR-nek a szerszámkészletve, illetve látod, itt is van tartalékban ilyen támasztó pöcök. Na jó, menjünk tovább. Hát, szállításkor ez a műanyag előfordul, hogy megsérül, ezt össze is ragasztanám.
legyen valami állása. Na, először jönnek a apróságok. Így a tárcsa. És igazából ugye alapvetően ez így áll össze, hogy ennyi van benne. És akkor a gép szerint rakom bele pluszba azt, hogy kinek milyen harang kell, illetve kinek milyen tartókar kell. Ezt addig félre rakjuk. Következő, ez most jött múlt héten, ezt is most kezdtem el rendszeresíteni. Honlapon még ez sincs fent. Ez a márkája, Bázek. Én úgy emlékszek, hogy Bázek, de rá is van írva. Bázek, igen. Ez a harmadik fajta, ő szintén égszíjas. Lényegében az MKR nagyon hasonló. A burkolat egy kicsit másabb. Itt is van ilyen pár tartalék, távtartó, alátét, ilyesmi. Ami szimpatikusabb, hát úr, nem mondanám, hogy erősebb a műanyag itten, de éppen az a legkevesebb. Külön leírás ebben nincs, de az MKR-nek a magyar nyelvű leírását, amit írtam, az ugyanerre szerintem vonatkozik, úgyhogy bele fogom tenni. Tehát egyrészt jön még egy tartókar, meg egy égszíjharang. Ez egy az egyben ugyanaz, tehát ezt úgy válogatom hozzá. Jó. Jó, őt is megnézzük. Szóval a doboz tartalma. Röviden. Ugye volt a burkolat, ami védi az égszíjat, illetve az épségünket, hogy be ne kapja a nadrág szárát, stb. Azért ezekkel azt tudni kell, ezekkel a gépekkel azért óvatosan kell bánni. Nem szabad kapkodni. Itt be van jól csomagolva, de lényegében ugyanúgy egy osztottén egyenes késes dologról van szó. Hát lényegében azt mondom, hogy ugyanaz. Ugyanaz, más a színe itt a műanyagnak, ennyi. Jó, árban lehet, hogy kicsit eltérés van, ezek szerint lehet eldönteni, most ki miért akar. Különben óriási különbséget, sőt, én konkrétan semmit nem tudnék mondani, hogy mi lehet a különbség. Passz. Tehát nem tudom. Tehát ezt mindenki döntse el, ki miért vásárol. Jó, ezt nem is rakom, mert ez most itt külön lesz. Ez a burkolat megy ide. Ebből is volt tartalék és stb. Tehát ez a Bázek, meg ez az MKR, ez nagyon hasonló. És amiért ugye elkezdtem ezt a videót készíteni, az alapvetően az, hogy apósomnak lenne ott egy pár rönk, amit szeretne lekérgezni, és ebbe segítenék, úgyhogy hoztam a gépemet. Ezt most bocsássatok meg, de ez egy használt gépről van szó, most nem újat fogok használni. Nekem ez van rendszeresítve itten kisebb munkákhoz, nincs lemosva, stb. És itt van hozzá. Ez is már több éve működik nálam, ez az MKR, néha előfordul, vannak ilyen munkák vele, úgyhogy ez is használatból jön. Ez így össze is van rakva. De azért elmondogatom a dolgokat. Ugye itt lesz az XC harang, meg az XC, na. A lényeg az, hogy le kell szerelni a láncot, vezetőlemezt, a kuplung harangot, vagy csillagkereket levenni a gépről, illetve én kiszoktam menni a olajpumpa, olaj meghajtó csigáját, ugye, hogy amikor vágunk, akkor az olaj feleslegesen nem folyjon, mert most az kevés, hogy kijöntöd a olajtartályból az olajat, mert akkor folyamatosan megy a pumpa, és akkor kophat, ugye olaj nélkül forog, azért az csak nem tesz jót neki. Úgyhogy vegyük ki az olajzó csigát, és akkor úgy szedjük fel a gépre ezt a dolgot. Na. Már is az elején valakinél felszokott merülni előfordul olyan gépeknél, hogy kimegy a kérgező, és nem minden gépre passzol egyből.
Ugye a lényeg az, hogy ez a távolság, ez az égszíj meg a csillagkerék között, ez változik. Na most azt szerint tudsz a láncfeszítővel állítani valamennyit, de a legegyszerűbb, hogyha nagyon rövid a szíj, úgy érzed, hogy nagyon rövid a szíj, és már a láncfeszítő nem enged annyit, akkor a kérgező tartó karjának a végéből le lehet vágni egy most ilyen 1 centi, 2 centi közötti dolgot, amennyi ideális. És akkor annyival hátrébb jön a kés, mert ugye ez csak egy sima tömör rúd, annyival hátrébb jön a kés, és akkor már is jó a szíj. Tehát ha valakinek esetleg valamilyen géptípusra rövid lenne a szíj, akkor a tartókarból kell lecsapni. Ennyi. Összerakás szempontjából ugye van itt egy csavar, egy szorító csavar, ide megy be a kar, és a csavar alá megy a lemeztartó burkolat, ez lemeztartó kis konzol, ezt a lemezt tartja, ezt a égszíj takaró lemezt vagy burkolatot. Ezt a burkolatot itt fogjuk meg avval a tartókarral, illetve itt egy csavarral. Ez az MKR fej, ez mindig egyben van, tehát ezt neked nem nagyon kell bütykölni. Csak ha csapágyat szerelsz, akkor meg kell fogni itt a tengelyt, és akkor az égszíj tárcsát le lehet tekerni, illetve itt az anyát. Tehát már ki tudod venni a csapágyat, stb. Na most még ne haladjunk ennyire előre. Illetve még nekem vannak itt találtétek, ugye az a lényeg, amikor felrakod ezt a kart ide, akkor ez a lázdekni ugye nem megy már vissza. Mert akkor szerintem az a tárta ragadna. Hanem alátéttel szoktuk, hogy te csavarok alá beteszek alátétet, hogy ne essen be a csavar az anyája, a leszorító anya ne essen be itt a lyukba. Lapos alátétet teszünk, és akkor úgy. Illetve ha a tőcsavarnak a menetje nincs, ugye stileknél sima a tőcsavarnak a töve itt, ezért több alátétet is lehet rakni, hogy legyen annyi menet, hogy megszorítsa. Na mindegy, mutatom. Figyeljetek, munkából jön az a gép tényleg, úgyhogy ez nem egy új. Poros, de az a legkevesebb. Jó, egy dekli le. Egy dekli le. Lehetett volna egy kesztyű is rajtam, na mindegy. Ugye az égszíj harang levételezően egyszerű, itt az égergyűrűt ki kell pattintani, és akkor lent van itt az olajpumpa, az érdekesebb. Hát bizony, aki láncfűrészt nem szokott szerelni, annak ez már újdonság lesz. Tehát leveszem a kis zégert, és akkor jön a látét. Egy betétkerék, egy kuplunk harang, egy tűgörgő. Jó. Na most ahhoz, hogy ezt a kuplungot, illetve az olajsugárt kivegyem, az itt van a kuplung alatt. Ez muszáj betámasztani fent a dugattyú tetejét, dugattyú kitámasztó ilyen eszközzel. És akkor úgy tudom letekerni a kuplungját. Na. Dugattyú kitámasztó az van a készletben, tehát az MKR-ban is, meg a bázekbe is. Az éderben nem tudom, mert most nekem ez ebbe így nem volt, de ezt én külön vettem a fejet meg a felfogatást, tehát lehet, hogy ez a nagy készletben van. Van nekem itt a raktárban, most én műanyag kitámasztót használok. Van ebből fém is, meg műanyag is. És csak be kell tekerni a gyertyanyíláson. Most mutassam meg közelebbről, jó. Tehát konkrétan erről beszélünk. Ez egy ilyen egyszerű dolog. Alapvetően én a berántó zsinót szeretem használni, mert ugye ezek a akár az alumínium, akár műanyag azért csak nyomja a dugattyú tetejét. Egy erősebb húzás azért ez nem tesz jót neki. Egy berántó zsinót, ha nem kapatol be a kipufogó nyílásba, szerintem sokkal puhább.
Tehát ha itt egy irányítós nyúlt kettő izélek, ketté hajtok és azt nyomom bele, azt szerintem ideálisabb. Na jó, itt egy vagy krovával, igazából célszerű krovával, óramutató járásával megegyezőleg kell a kuplungot levenni. És én megpróbálom gyertyak útja, hogy lejön-e, aztán majd vagy sikerül, vagy nem. De lehet, hogy elmegyek a krováért. Bizonyítan azért. Ide kell a krova, jó. Mindjárt jövök. Különben ez a gép, ez egy stíl MS290-es. Egy 2010-es. Na, ez jó lesz, vagy nem lesz jó. A 19-es kulcs megy rá. Oké. Okay. Jó. Tehát a lényeg az, hogy a krovát azért erősen rá kell nyomni arra a csavar, hogy ne pattanjon le. Hogy meglazuljon, és akkor óramutató járásával megegyezőleg ugye tekerem. Ennyi volt a kuplung levétele. Itt a stíl esetén van egy ilyen porvideó látét, aminek a felirata, a top felirat van felém. Hát ezen már nem látok felirat, de itt van. Oké, okay, tehát az úgy megy majd vissza. És amiért küszködtem, hogy az olajzást megszüntetjük, egy olajzó csigát kiveszünk a gépből. Na most ennyi. A top felirat felém visszamegy a alátét, visszamegy a kuplung. Itt még egyszer ellenőrzöm ezt a alátétet, hogy ez így a... Jó, ez adja magát. Majd félrehúzom. Hát az alátét, ez a kuplung rúgókat is védi. És akkor... Ezt egy kicsit meg kell húzni. Hát azért legyen meghúzva, nem nagyon, de na, úgyis ráhúzza magát a gép, azért legyen meghúzva, jó. Vissza kijön a gyertyának a, vagy a dugattyú támasz. Ugatjuk támasz vissza, gyertya be. Nyugodtan meg lehet tisztítani csak. És nekem ez nem a műhelyem, hanem a... Hanem egy webáruházban itt szoktunk dolgozni. Most a műhelyem az szét van. Megint építkezek. Na. Vissza, az a biztos, hogy meghúzom, nehogy munka közben lazuljon ki a gyertya. Jó. Pipa jó. Hát most, hogy téli vagy nyári üzemmódon leszünk, szerintem az... Az még mindegy. Jó, ez vissza. És akkor felhelyezzük a XI tárcsát. És akkor mondom, miért van nekem ez a sok alátét. Jó. Ezt is megmutatom. Úgy alapvetően így lennénk, hogy dobod rá a kérgező adapter karját, és akkor húznád le, de a menet az nincs végig. Tehát látod, a menetnek kéne még vagy kettőnek lenni, ahhoz, hogy szorítsa az anya, hogyha ide rátekered a csavarra
anyát. Ezért robok rá egy alátétet, anyját nem is volt pont a helyén. Na de biztos látszik, tehát hogy oda egy alátét elfér bőven. Ezért vannak ezek a alátétek nálam. Jó, akkor dobjuk fel a tűgörgőt. Megy rá az égszíharang. A féket ugye, azt lazítjuk. Így. És akkor megy rá az éger alá, az alátét meg az éger. Ez így meg lesz. Hát ennyi volt a kuplungharang csere, már égszíjas meghajtású a gép. És akkor jön a kérgező alap, tehát ugye így raktam össze, ezt is mutatom. Nehogy ne tudja valaki összerakni. Hogy ez már az nekem egy több éves dolog. Ez már kapott az élettől, de nézzétek meg. Hát ez a kar ugye megy oda bele, ez megy a géptestre. És akkor ez, hogyha rövid a szíj, itt a csőjének a végéből tudsz vágni, és akkor annyival hátrébb jön a kérgező öntvény. Ez a kis lemezke, ez itt fogja a burkolatot, itt meg a csavar alatt. Ugye itt az egyik csavar, itt a másik, és akkor alulról pedig így néz ki. Hogy érjen majd az égszíj, ez meg a kérgező kés. Itt a két csapágy, amit emlegetni szoktam, hogy ezt néha ki kell cserélni, aki sokat dolgozik. Hát most figyeljetek, egy ilyen, nem tudom hány rönköt, de sok rönköt meg lehet csinálni nap alatt. Talán, hát leírtam a papírra, nézzétek meg, most én fejből nem tudom. Ugye majd, és itt lett a, hogy ez volt a betétes harang. Kivettük az alajzó csigát a kuplung alul, és akkor most már van nekünk egy égszíjhajtásunk. Ezeket eltesszük még. Még fogunk vele fűrészelni is. Hát én amondó vagyok, hogy terül felhelyezem a... behelyezem az égszíjat. Ide. Hát elvileg itt a forgás irány mindegy. Ez majd ide bejön. Ez ide bejön. És akkor üljön a gépnek a testére. Illetve itt a hátsó égszíjharangra is fel játszodjuk a témát. Így, oké. És akkor itt a tőcsavaros téma. Azért ez nem ennyi egyszerű játék. Ja, mely kiugrott a szíja, aha, jó. Ugye ez belül kell, hogy maradjon. Ez itt rajta. Úgy. Úgy. Na most valaki tartsa meg nekem, tudjátok. Valaki tartsa meg nekem. Majd megtartom én magamnak. Így. Így. Na, Peti, nem tudsz egy menetet eltalálni? Meg lesz az. Na, nagyon jó, mert a feszítő is betalált, meg a csavar is. Most ezt milyen feszesre kell beállítani? Hát... nem kell nagyon feszesre, de ne is lógjon. Ez jó, mi? Na.
Hát ezt figyeljetek, ezt utólag majd kipróbáljuk, hogy hogy viszi. Tehát, hogyha nagyon lóg a szíj, akkor elkezd verődni, akkor lehet feszíteni, de ha nagyon feszíted, akkor azért még a csapágyakat jobban terheli, tehát azért világban se kell megfeszíteni. Hát úgy rajta legyen. Oké. Ennyi volt. Na. Szóval ebben a részben szerettem volna nektek bemutatni, egy kicsit feltörlöm itt a piszkokat. Összefoglalva, ennyi volt az MKR adapternek a felhelyezése a láncfűrészre. Amikre kiemeltem a figyelmet, ugye ez egy égszíjhajtású láncfűrész kérgező adapter, a kuplung harangot égszíjasra kell cserélni, de az alatt a kuplung alatt lévő olajzócsikát azt ki kell venni, hogy ne menjen az olajzás. Ha rövid a szíj, akkor a felfogató karnak a végéből lehet levágni. Nem jellemző, de azért előfordulhat. Csapágyakat azért, hát ha valaki minden nap dolgozna vele, akkor azt mondanám, hogy 2 hetente azért körülbelül cserélni kell. Ugye, ha le van szedve a kérgező test, akkor az égszíj harang tekerést, azt ki lehet tekerni, meg a másik oldalta ezt a csavart, és akkor ez a középső késtartó kocka, ez ki is jön, akkor tudsz csapágyat cserélni, illetve a késeket is lehet rajta cserélni, meg ezeket a mélységhatároló tüskéket. Ennyi. Ezeket lehet kapni külön alkatrészként is, ha valakinek szüksége van rá. Mondom, kopó alkatrészként én a csapágyat mondom elsőképpen. Talán végre mondom, ez a távtartónak a kis tüské az előfordul, hogy ki repül, legalábbis nálam ennél a gépnél már én raktam bele másikat. Hát igazából ennyi. És akkor mindig, hogyha rendel valaki ilyen gépet, akkor feltétlenül az egyik javaslatom az, hogy jó lenne, hogyha nem műanyag gépházas gépre tennénk, hanem egy fémházasra, azért az csak masszívabb, egy 2 óerő feletti. Tehát én a Steelnél igaz, hogy ez műanyagos, de ez a MS290-től felfelé szoktam javasolni. Tehát egy 50-60 köbcentis gép azért kell. Hiába írják, hogy 2 lóerő, ami lehet, hogy 40 köbcenti meghozza, de az karcsú. Nagyon melegszik a motor, tehát azért ennek súlya van. Kell egy jó gép, egy viszonylag erős gép. Hát általánosságban Steelekre, Husqvarnákra lehet kapni, Dolmar Makitára lehet kapni ilyen szettet. Hát ha valakinek egyéni kérdése van, egyéni géptípusra, akkor is írja meg, és akkor megnézzük. A videónak a maradék részében még úgy tervezem, hogy lesz egy kis kérgezés. A tapósomnál lesz egy pár rönk, azt fogom kérgezni, abból még mutatok nektek, hogy kell használni. És akkor igazából ennyi. Jó, hát remélem, hogy ebből is tudtam valami újdonságot mondani számotokra. További szép napot kívánok mindenkinek. Hát ugye, itt a kérgező, és akkor látod, ezt már én cseréltem, ezt a egyik oldalit. Így. Na féltek, ez itt áll nekem több mint fél éve, tehát ez ilyen. Még egyszer forgatom. Látod? Ez ennyi. Hát ez így néz ki. Ez így néz ki.
már hát ennyi volt. Menjünk majd élőt. Azt akarod? Nekem mindegy, csak hogy itt jobban össze tudom sáfárni. Hát már most, ja, hogy értem. De lehet ott is, abban is. Mert itt van meg sorba. De megpúszhatsz egy kettőt, hármat, ott is a tetejét. Jó, már a kamerát oda beraktam szembe azért. Uh-huh. Mindegy, kipróbálj, hát mert nappal szemben legyen. Igen. Mit tudom, először leveszem ennek az elejét. Igen, azt veheted, azt veheted, de már... Utána meg ahogy gondolod, csak... Megkúszod mindig a tetejét, lehúzhatod mindegyiket.
Minden, ami favágással, fűnyírással, fűkaszálással kapcsolatos. Megtalálsz minket az interneten péterláncfűrész.hu.